Köszöntöm a Szentendre ma nézőit, elsőként lássuk mai híradónk tartalmát röviden. Szentendrén adott koncertet a Hot Jazz Band. Zsíros kenyér extrákkal a PMK-ban. Győztek a férfi kézilabdások a hétvégén. Teltház előtt adott koncertet a nemrégiben Kossuth díjjal kitüntetett Hot Jazz Band Szentendrén egy étteremben. A hattagú zenekar rendszeresen lép fel városunkban. Ismerősök, barátok gyülekeztek a 30 éves jazzzenekar koncertje előtt az egyik helyi étteremben. Történelmet ír az idén 30 éves Hot Jazz Band, hiszen az első jazzzenekar, amelynek tagjai megosztva Kossuth díjat kaptak. A Hot Jazz Band páratlanul sikeres, külföldön is nagyra értékelt, a tradicionális jazz autentikus megszólaltatására épülő előadó művészi tevékenysége, valamint a magyar könnyűzenei örökség ápolását szolgáló értékőrző művészi munkája elismeréseként részesült az elismerésben. Meglepő volt maga a díj, de nagyon felemelő. Hát mindenki tudja, hogy mit jelent ez egy művész életében, vagy akár egy tudós életében is. Hát csodálatos ünnepi hangulat, és nekünk egy nagyon komoly elismerés. Hát az egész 30 év ugye végigfut az ember agyán. Sosem a díjakért csináljuk elsősorban, hanem azért, mert rendkívüli módon szeretjük ezt a zenét, és ha kell, akkor 100 000-szer is eljátszuk ugyanazokat a számokat, mert imádjuk. De azok a csodálatos élmények, amiket hát sajnos csak mi hatan élhettünk meg, mert külföldön nem volt velünk az egész ország. Ugyan volt egy-két alkalom, hogy sikerült tévéstábot is kivinni Amerikába például, de hát ezek az élmények végigfutnak az ember agyán, hogy ezek csak velünk történtek meg. Többek között a különböző versenygyőzelmeink, amit Franciaországban arattunk, 4 nemzetközi versenyt, az itthoni Emerton díjak, az összes díj, például idén évelején Gödöllő polgármestere Gémesi György adott át egy ezüst életfadíjat, amit az önkormányzatok országos szövetsége alapított. Szóval ezek úgy összegződnek az emberben, és én, mint aki megálmodtam ezt az egészet 30 évvel ezelőtt, és sőt már gyermekkoromban, nekem ezek nagyon fontos dolgok. Tudom, hogy sok zenésznek lényegtelenek, és valójában az élet szempontjából az, hogy mi mennyit játszhatunk egy hónapon belül, vagy egy évben, az nem a díjaktól függ, hanem attól, hogy milyen a viszonyunk a közönséggel, és milyen a zenénk. De én nekem, aki így összegzem, és összegyűjtök minden cikket, és mindent, ami rólunk megjelent, ez egy nagyon nagy dolog, ez egy óriási lépcső az én életemben. Hát a zenekar folyamatosan fejlődik. Én hiszem és vallom, hogy az emberi zenei hallás az életünk végéig fejlődik, mint ahogy halljuk, hogy fiatalon milyen zenéknek tudunk örülni, később már nevetünk rajta, hogy ha-ha, mi annak idején ezeket szerettük. Ugyanúgy egy zenekar is folyamatosan fejlődik. Aztán jön egy pillanat, amikor úgy megöregszik az ember fizikailag, hogy már nem tudja ezt a fejlődést tovább generálni. De nekünk rengeteg tervünk van még. Szerintem egy élet az kevés arra, amennyi ötletem nekem még van, hogy mennyi mindent fogunk tudni megcsinálni. Lemezeket, tematizált lemezeket, francia lemezt, swing táncosoknak lemezt, retro lemezt, gyerekeknek lemezt. Szóval nagyon sok ötletem van, és ebbe a zenei világban nagyon sok minden belefér. Az nem beszélve arról, hogy az ember a saját hangszerén is szeretne sokat fejlődni. Ez még hátra van nekem például személy szerint, mert a többiek, például Bera Zsolt, aki szentendrei lakos és zenetanár, hát ők zeneakadémiát végeztek. Én pedig autodidakta zenész vagyok. Tehát ők bármilyen kis bogyót lejátszanak a kottából, én nekem rengeteget kell azt gyakorolnom, hogy velük egy színvonalra küzdjem magam, bár a Dixielandet és a Hot Jazz, tehát ezt a fajta régi jazz sehol nem tanítják. Tehát ezt még egy zeneakadémistának is meg kell tanulnia. Tehát ugyanazokat az iskolákat jártuk végig fejben otthon a 4 fal között. De rengeteget kell még nekem is gyakorolnom ahhoz, hogy azt a klasszist, amiről álmodozom, azt csak egy picit is meg tudjam közelíteni. A Hot Jazzben tagja még Fodor László, klarinét, szaxofon, Galbács István, Tibor, dob, Juhász Zoltán, bőgő és Szabó Lóránt, hunor, gitár, banjo, valamint a Szentendrén élő Bera Zsolt harsonás is. 2 érzés jut az eszembe, olyan jó ilyen nagyon közel föllépni, utána gyorsan az ember hazaér.
A másik meg az a nagy várakozás, hogy most a Kossuth díj átvétele óta először játszunk itt a Parola étteremben, ahol egyébként már hosszú évek óta minden hónapban egyszer-egyszer szoktunk játszani, és a Kossuth díj átvétele és a díszvacsora után is ide jöttünk, és a barátainkkal itt még egy kicsit ünnepeltünk az éjszakában. Mondhatom, hogy törzs közönség, és nem csak az a 40-50 ember, aki egy alkalommal befér, hanem a közönség változik, és úgy törzs közönség, hogy néhány alkalom után mindig vissza-vissza járnak a vendégek. Ez azt jelenti, hogy jól érezték magukat. A Hot Jazz Band 30 évvel ezelőtt, 1985-ben indult, és a kezdetektől a tradicionális vonalat képviseli. Az 1920-as, 30-as, 40-es évek magyar és amerikai jazz számait játsza. A csapat elsőként vállalta fel repertoár szerűen és koncepciózusan Karádi Katalin, Kabos Gyula, Jávor Pál, Latabár Kálmán által ismerté vált filmek zenéinek előadását. A zenekar 13 CD-t készített. A legutóbbi a Halló Halló 2011-ben jelent meg. A Hot Jazz Band október 16-án az Erkel Színházban tartja jubileumi koncertjét. Yeah!
Folytatódott a Pest megyei könyvtár Zsíros kenyér extrákkal című sorozata. Legutóbbi alkalommal Szabó T. Anna József Attila díjas költőműfordító és Dragomán György író volt a vendég. Dragomán György 1973-ban született Marosvásárhelyen. Családjával 1988-ban települt át Magyarországra. Apai nagyapja Dragomán Pál múzeológus, és édesapja Pál is hivatásos vagy amatőríró. A szombathelyi Nagy Lajos gimnáziumban érettségizett 1992-ben. Elte bölcsészkarán folytatta tanulmányait angol filozófia szakon. Az Ötvös József Kollégium és a Láthatatlan Kollégium diákja volt. Főbb művei a Pusztítás könyve, a Fehér király és a Mágia című regénye. 1995-ben feleségül vette Szabó T. Anna költőnőt. Én sose írtam verset. Nyilván azért, mert időben megismerkedtem egy költővel, és akkor nem gondoltam, hogy én fogok tudni verset írni, mert az más mesterség, az gyorsan kiderült, hogy nekem a fülem nem elég jó ahhoz, hogy akkor még nem volt elég jó ahhoz, és akkor szerencsére már akkor író akartam lenni, mikor ő költő akart lenni, úgyhogy volt miről beszélnünk már a legelején, bár a verseket én akkor annyira nem szerettem, mint amennyire ő a prózát, de azt megtanultam, jó iskola volt őt megismerni ebből a szempontból, mert hát minden más szempontból is. És akkor én már írtam, akkor már tulajdonképpen megpróbáltam megírni azt a novellát. Azt hiszem az első novellám, amit olvasott ő tőlem, az az igazi első novellám volt, amit én tényleg így elég fiatalon írtam. Emiatt a látás miatt. Tehát ezt a látást ez nehéz megmagyarázni, nem nagyon, igazából nem nagyon néz, olyan, mintha az ember ébren álmodna, hogy van, mintha egy emléke lenne, amit nem tud elfelejteni, folyton a fejébe jár. És ez velem megtörtént gyerekkorát, kiskamaszkoromban, és nem értettem, hogy miért gondolkozom én folyton ezen a képen, amit nem is tudom, amit nem láttam sehol, csak úgy kitaláltam. Valószínűleg tudom már az okát a képnek, magának. A kép az volt, hogy egy ilyen kilőtt töltényhüvelyű sárga részből, nem is egy több, így hullik nagyon lassan a levegőben egy ilyen avaros talaj felé. Ezt láttam. Valószínűleg azért, mert apámnak volt egy vagy két ilyen töltényhüvely a fiókjában, és akkor ezeket én szagolgattam, hogy nekem jó puskaporszagok volt gyerekkoromban, tehát a maguk a tárgyak azok ilyen kicsit ilyen tiltott tárgyak voltak, amiket úgy néha elővettem, vagy nagyon ritkán, és úgy eleve ugye puska az egy elérhetetlenül távoli dolognak tűnt Erdélyben, hogy puskát valaha is látok. Apámnak még a légpisztolyát is el kellett adni. Tehát mikor kicsi voltam, akkor már csak a légpisztoly nyomaival találkoztam, ami úgy tűnt, hogy úgy volt, hogy az erkélyünkön volt egy ilyen hungarocell, és abba, hogy az ember elég mélyen beásott, talált ilyen légpisztoly golyókat. Szabó T. Anna 1987-ben családjával áttelepült Magyarországra. A gimnáziumot Szombathelyen végezte. 1991-ben Budapesten az Ötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett. 97-ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Tagja majd később néhány fél évig tanára az Ötvös József Kollégiumnak. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni több napi és havilapban rendszeresen közöl verseket, esszéket, rövid prózát. A mai nap az egészen különleges nap. Aki esetleg nézett rólunk dolgokat, már fönt van a kép az interneten, hogy én bent voltam a kiadóban, tehát elmentem a kiadóba, és utána még haza kellett mennem Budaörsre, és úgy jöttünk. Ez az életem első prózakönyve, ami még nem lehetett benne a felsorolásba. Elég trükkös borítója van, mert japános, az a címe, hogy Senki madara, és roppant boldog vagyok vele. Rófusz Kinga illusztrációival, és ez az egész egészen elképesztő, ahogy kinéz. Muszáj megmutatnom a belső borítót is, tehát hogy ez mint könyvtárgy talán az egyik, vagy ha nem a legszebb, most elfogult is vagyok, könyv, amit láttam. Úgyhogy ez ennek tudható be a várakozás, mert nem tudtam előre, hogy be kell mennem a kiadóba, illetve nem tudtam korábban elindulni mai napon. Na, ezt nem is te írtad.
Nem a te neved van rajta. Mi van ezen egy másik név? De te tudod, de meg szoktam mutatni az embereket a személy, az embereknek a személyigazolványomat, mert nem hiszik el. Ez az első olyan könyvem, ez a másképpen is első, hogy nem az van ráírva, hogy Szabó T. Anna, hanem az van ráírva, ezt most magyaros ejtéssel mondom, hogy Szabó T. Anna Kiokó. Én teljesen így ejtem. Ez nekem az igazi nevem, tehát így írom alá a bétingbe is például, hogy Kyoko. A japánok Kyokonak ejtik, csak ugye a Yoko, meg ugye Yoko Ono miatt ugye mindenki Kyokonak, ráadásul a hivatalokban rendszeresen Kyotónak szokták írni, mert ugye annak van értelme, és soha életemben nem jártam Japánban, tehát hogy ez egy külön érdekesség. Én nem értek ezekhez, de kísérti az egész életemet, végig kíséri, és végig kísérti ez a japános tematika. Ez az egész már a születésemkor kezdődött, ezt, ha kiprovokáltad, elmondom, mert mindenki megkérdezi. Olyan nagy szerencsém volt ezzel a névvel, mert nem használtam, eltelt az idő, elmentem egyetemre, bemegyek az első vizsgámra, kezébe veszi a rettegett tanár az indexet, kinyitja, hát ez meg mi, maga ezt hogy kapta? És én rettenetesen izgulós vagyok, tényleg nagyon tudok vizsgán drukkolni, és az első dolog, amit elmondtam azt, hogy kaptam ezt a nevet, amit mindjárt mondom, és akkor megnyugodtam, ez körülbelül 3 perc volt, kicsit kifújtam magam, visszatért a nagy szám, és akkor már mindjárt egy jeggyel jobbat kaptam, tehát biztos, hogy korábban 4-es kaptam volna, akkor 5-öst, vagy mondjuk nyelvészet vizsgán. Ez a nyelvészet vizsga, igen, különösen az angol fonetika meg hasonlók rejtelmei, ami nem az én asztalom. De ez egy csodálatos ajándék volt nekem a szüleimtől. Ez az történt az én életemben, hogy mikor születtem, akkor az RH összeférhetetlenséggel, mindig elfelejtem a nevét a gyógyszernek, ez is egy kicsit ilyen szimbolikus, hogy miért pont a nevét felejtem el, de kellett egy ilyen gyógyszer édesanyámnak. De sehol nem volt. Tehát 72-ben Romániában ezt a gyógyszert meg nem lehetett megszerezni, de ő tudta, hogy mennyire fontos gyógyszerész, ugyanis édesanyám. És a Hollandiából hozott nekem egy Kyoko nevű japán nő, aki abban az időben éppen nagybátyámnak volt a mennyasszonya. Nem lett házasság belőle, de ez is különleges, hogy majdnem. Az unokatestvérem majdnem japánok lettek. És ő felült a repülőre, és ha jól tudom, akkor Bukarestben repült, és onnan elvonatozott. De ezt mindezt egy nap alatt, tehát hogy reggel, mert nagyon sürgős volt ez. És elhozta, és így ennek a hőstetnek, mert tulajdonképpen az, hogy egy keleti nő a Vadkeletre tulajdonképpen eljön minden nyelvtudás nélkül, ez egy nagy hőstet volt, és egyáltalán nagy kedvesség volt a részéről. A jelenlévők sok mindent megtudhattak az író házaspárról a beszélgetés alkalmával. A Móricz Zsigmond Gimnázium tornacsarnoka adott otthont a Szentendrei KC Etószese Győr rangadónak. A mérkőzést végig a hazai csapat uralta, a végén szentendrei győzelem született. Izgalmas mérkőzést láthatott a közönség a szentendrei tornacsarnokban, amikor az Etószese Győrt fogadta a Szentendrei KC együttese. A végeredmény önmagáért beszél, SKC Etószese Győr 40-37. Kaptunk 40 gólt, tehát azért itt voltak hiányosságok, de én úgy gondolom, hogy emelfővel jöhettünk le a pályáról, mert azért aki majd visszanézi ezt a videót, látja, hogy ahogy legnagyobb szaktekintélyünk szokta mondani, testtömeg kilogram indexben nagyon le voltunk maradva. Szerintem Bendó Csabinak egyedül több válogatott mérkőzése van, mint az én játékosaimnak, NB1-B-s, tehát összesen. Tehát azért tudni kell, hogy a mi csapatunk javarészt utánpótláskorú junior játékosok, van egy szem orosz idegen légiósunk, akiknek a felesége az Auditóba játszik, úgy került hozzánk. Nekünk nem ezt a meccset meg kellett volna nyerni, mert már nagyon ég a talpunk alatt a talaj. Olyan meccseket kellett volna megnyernünk, ami nyerhető lett volna és kötelező lett volna. Ott sajnos nem láttam ezt a tüzet a srácokban, most már ők is érzik, hogy meleg a pite. Most már kapkodják magukat, a 37 dobott gól az örömteli. Sajnos már nem volt kapus teljesítmény, illetve nagyon a végén volt kapus teljesítmény már csak. Nem unatkoztak a nézők a fordulatos mérkőzésen, annak ellenére, hogy végig vezetett a hazai szentendrei csapat. Nagyon sok indításkor született mindkét részről. 40 gólt dobtunk, amivel elégedett vagyok. Lerohanások bejöttek, támadójátékunk
jó nyitott védekezés ellen elég nehéz támadni, főleg 60 percen keresztül. Nagyon sok labda nélküli mozgás kell, és ugye ez jobban fárasztja az embert. De azt is jól megoldottuk, mert hisz 40 gólt dobtunk, és megvoltak a helyzeteink, igaz, hogy akadtak hibák, de hát hiba nélkül játszani nem lehet. Egy dologért vagyok mérges, a visszarendeződésé. Azt nem tudták megoldani, kaptunk vagy 15-20 indítás gólt, ezért kaptunk 37 gólt. Megbeszéltük az öltözőbe, gyakoroltuk is a héten, készültünk is rá, hogy kisebb termetőek, tehát azért mi fizikálisabban jobb felépítésűek vagyunk, kisebb termetőek, és abból tudnak élni, ha lerohannak minket, vagy gyors gólokat dobnak, nagyon jól csinálták. Mi meg ezt nem tudtuk kivédekezni, nem tudtunk visszarendeződni, gól után lemaradtunk, nézelődtünk, ahelyett, hogy visszafutottunk volna, időbe faltoltunk volna. Ezért az egyért haragszom a játékosokra, de két pont az két pont, és újabb győzelemmel zártuk a meccset. Az SKC felnőtt csapata egy rövid szünet után idegenben lép majd legközelebb pályára, akkor Csurgó csapatával kell majd megküzdenie a szentendrei fiúknak. A Szentendre ma adását látták. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Sportkorzó című magazinműsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, de csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!